A labda mögött Priskin Tamás egyenlítési lehetőség a 24. percben. Felipe vele szemben. Priskin középen nagyon higgadtan egyenlít a haladás. Viszonylag hamar ahhoz képest, hogy a gólt kapta, úgyhogy ezzel visszajöhetnek a szombathelyi remények. Nagyon rosszul kezdték a vendégek a meccset, ez valamit visszahozhat majd, ez a higgadt Priskin büntető középre nyugodtan